Zsúfolásig megtöltötték a vendégek az Agora Színház termét az évzáró gálán a szervezők legnagyobb örömére. Ők azt vallják, hogy öröm adni. Azt hittük, hogy nehéz lesz. Nem volt nehéz. Azt gondolom, hogy a várakozás periódusát éljük, és biztosak voltunk, hogy ez így fog létrejönni. Ugye azt hiszem, hogy advent tájékán ezek érdekes gondolatok, hiszen a várakozás az egy biztosan eljövendő ünnep része. Azt hiszük, hogy nehéz, de mégis benne van az az erő, ami minden nappal egy kicsit teljesítesz a dolgot. Azt kell mondjam, hogy látva, hogy milyen sokan vannak itt, és úgy néz ki, hogy kevés lesz a szék, be kell még hozni a nagy terembe. Nem volt nehéz. Könnyű volt, és jövőre még nagyobbat igyekszünk vállalni. A segítő jó barátoknak, illetve a Homár Trans Kft-nek, és akik ezt az estét támogatták. Név szerint nagyon nehéz lenne őket felsorolni. Én úgy gondolom, hogy nem sorolom fel, mert ha valakit kihagyok, akkor megsértődik, de nagy vonalakban így álltunk össze. Elsősorban a vendégek a Lagzi Lajcsi, a két fiával, a Talentum iskola lép fel, akkor a Formatánc együttes lép fel, és még sorolhatnám, illetve a názeletes gyerekek, akik úgymond megajándékozzák az ajándékozottakat. 430 gyermek van, természetesen nem mind a 430 gyermek fog fellépni, hanem egy pár kiválasztott kislány, kisfiú, akik meg szeretnék köszönni az adományokat, amiket sikerült összegyűjtenünk. A színvonalas műsort az ajándékok kiosztása követte, melyet a nagylelkű adományozók jóvoltából sikerült összegyűjteni. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert elértük azt, amit szerettünk volna. Egy kamionnyi autó jött össze, illetve 13 kis autó kétszer fordult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy jelentős adományt gyűjtöttünk össze, és ez köszönhető a támogatónknak, és én egyszer azt mondtam, hogy örülnék, hogyha a jó ügy mellé beállnának az emberek, és most azt kell tapasztalnom, hogy ezt sikerült elérnünk, és nagyon sokan beálltak mellénk.